Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Jela Jászmin Grace vagyok, és mutatom, mivel készültünk a mai adásban. 102 éve született Szekszárdon Mészöly Miklós. Versmondó verseny Mészöly Miklós emlékezetére. Az Én himnuszom címmel nyílt rajzkiállítás a Babits Mihály Kulturális Központban. Elkezdődött az ökumenikus imahét. Bemutatjuk a békedalt. Százkét éve született Mészöly Miklós, Kossuth díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Emlékére minden esztendőben rendezvénysorozat szerveződik Szekszárdon, versmondó versennyel és a január 23-ai születésnapon a Mészöly nap eseménysorozatával. A születésnapon adják át a Mészöly díjat is, mely a mai magyar irodalom egyik legnagyobb presztízsű elismerése. Az idei esztendő a 20., hogy Szekszárd szülöttére, Mészöly Miklósra, Kossuth díjas íróra emlékezünk. Annak ellenére, hogy számos kulturális intézmény zárva volt az év kezdete óta, a közös munka eredményeként a hagyományoknak megfelelő ünnepségsorozatra kerülhetett sor, mondta Ódor János Gábor, a Vosinszky Mór megyei múzeum igazgatója. Mészöly Miklós, mint hagyomány, vagy mint ikonikus alkotója Szekszárdnak, azt gondolom, Szekszárdnak sokkal fontosabb, hiszen Mészöyt azért országos kultusz is övezi, hogyha úgy nézzük, tehát lehetne ezt egy messzebb, egy országos vagy kárpát-medencei szemszögből is nézni, hogy az ő jelentősége, munkássága hol helyezkedik el az irodalomba, kortárs irodalomba. Szekszárdnak azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy olyan fajta alkotókra, olyan fajta művészekre támaszkodjon, és olyan alkotóknak a kultuszát próbálja építeni, akik a minőséget képviselik. És Mészöly Miklós már saját életében is ezt mindenki tudta, hogy ő egy nemzetközileg is számon tartott, és mindenképpen a súlyát tekintve egy oda való alkotó volt, író volt elsősorban, és az, hogy Szekszárdon született, illetve nagyon kötődött ehhez a tájhoz, ehhez a városhoz, az valahol ránk is egyfajta olyan kötelességet ró, hogy az emlékét ápoljuk. Nagyon hálásan gondolunk a most már 101 esztendevvel ezelőtt született Pólc Alenre, aki egy éve volt fiatal Mészöly Miklósnál, a feleségnek, hogy, és az akkori városvezetésnek, hogy magának a Mészölynek a hagyatéka, tárgyi hagyatéka ideg Szekszárdra jutott, hiszen ez alapozta meg azt a Mészöly napot, meg aztán a később kibomló egész Mészöly kultuszt, ami Szekszárdon jellemzi, magas iskola, ami nyáronként szokott lenni, és egyéb rendezvények is, Mészöly tanya is most már ebbe a sorba illeszkedik bele, hogy ez elindította ezt a folyamatot, amely most már 20 éve tart. Márjánovics Diana, a Mészöly Miklós Egyesület elnökének véleménye szerint a mai kortárs magyar irodalomra is jelentős hatása van Mészöly munkásságának. Az Egyesület abban tud segíteni, hogy a hagyatékot gondozza és próbálja elősegíteni minél hatékonyabban a kutatást, a Mészöllyel kapcsolatos kutatást. Több rendezvényt is szervezünk. A legutóbbi az a decemberi Mészöly konferenciánk volt, és annak pont az volt a témája, hogy miért élő ma Mészöly, miért fontos vele foglalkozni, és hogy milyen hatással van ma a kortárs szövegekre. Tehát mi ebben igyekszünk munkálkodni, és nagy öröm, hogy Szekszárd minden évben óriási segítséget nyújt ebben, és Szekszárd az a másik bázis, ahova mindig visszatérhetünk, és ami egy fontos pontja a mi tevékenységünknek is. Az Egyesületet Pólc Alen alapította, Mészöly özvegye, és hát szerintem mindenki úgy tud magáról a díjról nyilatkozni, hogy ez az egyik legautonómabb díj a hazánkban, hogy aki megkapja, az nem kérdés, hogy mondjuk elfogadja-e, és az, hogy aki Mészöly díjas, most már évekre visszamenően látszik, hogy ők évtizedek múlva is értéket fognak képviselni, és minden választásunk, vagy a kuratória minden választás az összes Mészöly díjazott szavatolja ezt. Alapvetően a Mészöly Miklós Egyesület elnöksége választja ki az évi díjazottat. Mindig az év végén
döntünk a díjazott kötetről, és vannak alapelvek, amelyek mentén választunk, például az, hogy a mészői étoszhoz illeszkedő, vagy az továbbvívő szerzőről legyen szó, az, hogy a kísérletező kedv, az, hogy ne csak az adott sémát, vagy egy éppen aktuális sémát kövesse az a próza, amely mentén szerveződik, tehát, hogy az újítás az általában egy fontos szempont szokott lenni, és sok esetben az is, hogy közéleti témánkban is megnyilvánuljon a szerző, hogy legyen mondjuk társadalmi felelősség vállalása is. Az ez évben átadásra kerülő Mészői díjat idén Seyfert Natália vehette át az Örök Panoráma című könyvéért. Vele a Kultúrszoba következő adásában láthatnak beszélgetést. A Mészői Emléknapot megelőzően immár 13. esztendeje rendeznek vers és prózamondó versenyt Szekszárdon. Az idei találkozóra 13 versmondó érkezett, egy-egy költeménnyel, a kisebbek pedig Mészői egy meséjével. A zsűri és a felkészítők is egyetértettek abban, hogy nagyobb teret kéne szentelni az oktatásban a kortárs irodalomnak, és ezen belül is Mészői munkásságának. A pipiske és a fűszál. Láttatok már pipiskét? Olyan apró kamadár, hogy akár a markotokba is elférne. Barna a háta, fehér fontos a szárnya. Kinn lakik a réteken, a bokrok alá rakja a fészkét. Nagyon jó kedvű madár. Ahogy fel kell a nap, a pipiske is talpon van. S mint a nyíl, fölrepül a magasba, s ott dalolgat. Weber Aliszta Mészői vers és prózamondó verseny fiatalabb korosztályának kiírt kategóriájának győztesét hallották az előzőekben. Ők Mészői meséivel jelentkezhettek az idei versenyre. Alisz számára tanulságos volt a mese és a részvétel is. Jól meg lehet érteni, hogyha legalább kétszer elolvasod, és nem kell többször elolvasni, például ötször ahhoz, hogy megértsed. És ahány verset elolvasol, úgy még érdekesebb lesz, és olyan érzés, hogy még többet el akarsz olvasni. Sok érdekességet, és nagyon sok tudást, mivel így megtudhattam, hogy mit lehet csinálni, és mit nem annyira érdemes csinálni, meg hogy elsőképpen át kell gondolni a dolgokat, amielőtt meg kimondod, vagy megcsinálod. Az idei volt a 13. verseny a sorban, melyre ilyen a számmisztika, 13-an jelentkeztek. Mindez azt is mutatja, mondja a zsűri, hogy kikopott egy korosztály, a középiskolások és fiatal felnőttek jelentős része ezekről az alkalmakról, hiszen Mészői alkotásainak értelmezése a meséken kívül nem a kisiskolásoknak való. Szeretném elmondani a nagy-nagy köszönetet azoknak, akik vállalják, hogy megtanulják a szöveget, és a felkészítőknek, akik foglalkoznak ezzel, és fontosnak érzik, hogy ne halljon el, vagy ne hűljön ki ez a láng. Mondta köszöntőjében Tanz Tünde, a zsűri elnöke. Csizmazia Mónika felkészítő véleménye szerint a szekszárdi iskolákban kiemelten kell kezelni Mészőt, még ha nem is fajsúlyosan része a tananyagnak. Az igaz, hogy Mészői Miklós az iskolai oktatásrendszer tantervében nem feltétlenül szerepel a gimnáziumi tananyagban, de az nem azt jelenti, hogy a diákjaink nem találkoznak vele. Én nagyon fontosnak tartom, hogy szekszárd szülötteként, én jó magam is szekszárd szülötte vagyok, ápoljuk azokat a kincseinket, hagyományainkat, amelyeket ránk hagytak költőink, íróink, így Mészői Miklós esetében is. Évek óta járunk erre a szemlére, mondhatnám így, vagy megemlékező találkozóra, és azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy a diákjaink találkozzanak Mészői szövegekkel, mert így tudjuk talán a kincseinket, a hagyományainkat ápolni. Különleges és nehéz Mészői szövegeivel foglalkozni, mondja. Azért különleges, mert nem a megszokott szövegek kell találkoznak a diákok. Ugye én jó magam is már 20-25 éve foglalkozom versenyfelkészítéssel, versmondással, prózaszövegeket, versrészleteket szoktam a diákjaimnak adni. Mészői esetében talán olyan 10 éve, hogy foglalkozom a lánykám kapcsán, kezdtünk el igazándiból, és azt mondhatom, hogy amikor először olvastam neki Mészői szövegeket, mert amikor ő olvasta, ugye nem értette, amikor először olvastam neki szövegeket,
akkor mélyen át kellett gondoljuk, hogy mit is jelentenek ezek a gondolatok. És aztán, amikor találkozott egy-egy szerelmi történettel, vagy egy csalódással, de ez lehet bármilyen téren, akkor ugye tudtunk nyúlni mészőszövegekhez. Mostani tanítványommal is, Dávid Marcellel, amikor készültünk, és átnéztük a szövegét, akkor azt kérdeztem tőle, hogy neked mit mond ez? Miért ezt akarod? Miért ezt választottad? Több szöveget is nyújtottam számára, és azt mondta, hogy talán ez az, ami legközelebb áll hozzá, és tud mihez nyúlni a múltjából. Persze. Rögzíthetnénk a percet, de mihez? És az egyből melyiket? Mi ketten? Én. Ti ketten? Te? Meg te? Nincs szerencsétek, szép nappalok és éjszakák. Ma is a fák mellett hevert a kidöntött árnyékuk, mert nem ez és az a rejtély. Csak a dolgok nyílt színi magánélete a rejtély. Dávid Marcell lett az idei Mészői Szavalóverseny győztese a költő Szemlet című művének részletével. A fiatal versmondó véleménye szerint nagyon nehezek a mészőszövegek, mégis különleges élményt jelent számára a velük való foglalkozás. Azért választottam ezt a verset, mert nagyon jól tudok vele azonosulni. Nem volt egy egyszerű feladat megtanulni és értelmezni, mert elég mély a jelentése, de én megszerettem nagyon. Nagyon jó gondolatokat, inkább ilyen, és emlékeket visszahozott bizonyos szituációkból, amikre így élvezet volt visszagondolni, de nehéz. Kifejezetten nehéz. A bírálók egyöntetű véleménye az is, hogy nem csak mészőjel nem foglalkoznak az iskolában súlyának megfelelő mértékben, de Garai Jánossal vagy Baka Istvánnal sem, pedig itt Szekszárdon megérdemelnék, hogy sokkal többet kerüljenek szóba az irodalom órákon. Ebben az évben ünnepeljük a himnusz létrejöttének 200. évfordulóját, melynek tiszteletére számos megemlékezésre, kulturális eseményre kerül majd sor. Ezek sorába illik az a kiállítás is, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont, és amelyben gyerekek rajzolhatták le érzéseiket, gondolataikat a magyar himnuszról. A himnusz a magyar nép zivatalos századaiból Kölcsey Ferenc költeménye, melyet 1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán írt Szatmár Csekei magányában. A vers megszületésének 200. évfordulója alkalmával nagyszabású rendezvénysorozat zajlik majd szerte az országban. Szekszárdon a programok sorát az Én himnuszom című rajzverseny nyitotta meg. Összesen 73 rajz érkezett, és a pályázatot azt felső tagozatos gyerekek, diákok számára hirdettük meg. Tolna megye szerte érkeztek rajzok. Ez látszott a beérkező alkotásokon, hogy valaki éppen egy versszakot dolgozott fel, de volt, aki másodlagos jelentésében alkotta meg például azt, ahogy az olimpián a magyar versenyző áll az első, tehát a dobogó első fokán, és lényegében ugye ott is ugye elhangzik a himnusz. A rajzok valóban azt tükrözik, mennyiféle gondolat vagy érzelem forrása a himnusz, még a gyerekek körében is. A hangsorok azért, mert megzenésítette Erkel Ferenc, és a tűz, mert ez egy háborúszerűség volt, és ezért. És a kereszt, mert Isten is szerepel benne, és az ágaskodoló azért, mert ez a szabadságot jelképezi. Számomra ez a kép a himnusz. A kedvenc sorom a himnuszból a nyújts felé védőkart, ha küzd ellenséggel. És ez az úgy akartam kifejezni, hogy az Isten kart nyújt az ellenségnek, az ellenséggel harcoló katonáinak, a magyar katonáknak segítséget nyújt.
szeretek rajzolni, főleg, hogyha nem kell nekem eldöntenem azt, hogy miről rajzoljak, mert szeretem, hogyha megvan adva egy téma. És nagyon szeretem a magyar történelmet, és örömmel telt el, hogyha rajzolhatok róla. A rajztanárok véleménye szerint egyáltalán nem egyszerű téma a himnusz, hiszen a régies szöveg pontos értelmezésére van szükség, ami külön feladat. Ezzel szemben a mostani gyerekgeneráció képi világa egészen más, milyen már. Tulajdonképpen azt teszi nehézé a gyerekekhez való közelítést, hogy a nyelvezet egy kicsit régies, és helyenként szó szerint le kell fordítani a gyerekek számára, de vannak olyan verssorai, amelyek egyértelműek és könnyen megragadhatóak. Nem véletlenül láttam itt most például a rajzok között sok ilyet, hogy hol várál, ott most kőhalom, mert ugye ez a gyerek fantáziában nagyon hamar valami képi megnyilvánulásban jelentkezik. Nyilvánvaló, hogy olyan jellegű tevékenységet végeztetni velük, amelyik hosszan kapcsolódik ez a feladathoz, nehéz, de vannak olyan gyerekek, akik képesek hosszabb időn keresztül egy adott témával, a témába elmélyülni, és így a himnuszba is. Himnusz maga egészében is eléggé nehéz szöveg. Ha egy ilyesmi jellegű műhöz kell illusztrációt készíteni, akkor mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy keressenek fogóckodót, olyan részeket, amelyek egyrészt, hogy megragadják őket, valamit mondanak nekik, másrészt pedig, amit tudnak illusztrálni. Most ez a nehezebbik eset, hogy olyan részleteket válasszanak ki, amihez indítatásuk lesz. Most itt rajzoltunk olyan 5-6-an, 7-en ehhez a pályázathoz, és szinte mindenki különböző részeket választott. Hat rájuk a himnusz, nyilván a beszélgetések során ez is kiderül, hogy természetesen sporteseményen, amikor egy olimpián a győztes számára fölhangzik a himnusz, azért az mit jelent a számukra. Nyilvánvaló, hogy a himnusz az elsősorban egy ima. Tehát ebből kellene megközelíteni, és hát több a borús rész, mint a vidám rész a himnuszba, és ezért egy picit talán nehezebb ilyen szempontból közelebb hozni a gyerekekhez. Magyar órákon ezt olvassák, tanulják, és igazából nyilván valamilyen szinten megérint őket, akik belementek ebbe az illusztrációba, azokat biztosan megérinti. Én azt gondolom, hogy az alkotó kreativitását mindenféleképpen ki kell emelnem, illetve azt a fajta innovációt, vagy mondjuk a vizuális kifejezésmód egyediségét, amelyet több alkotáson és több alkotónál föl is fedeztünk. Tehát a művészeti érték az mindenféleképpen szempont volt számunkra, ezen felül pedig nagyon fontos, hogy a pályázat témáját hogyan tudta valaki megjeleníteni. Mert ebben volt szerintünk nem egyszerű dolga egyébként a gyerekeknek, tehát a művészeti értékek mellett mindenféleképpen erre kellett figyelnünk, illetve arra, hogy a gondolati tartalmat mégis hogyan tudták megragadni, melyik volt a magyar himnuszban számukra az a mozzanat, az a kép vagy történés, ami őket megmozgatta, és amelyet mondjuk az általuk választott technikával szerettek volna megjeleníteni, és hogy ez mennyire jött át, mennyire tudták átadni. Inkább azt figyeltük meg az ábrázolásokon, előfordult egyiken, egy másikon, hogy mondjuk a tűzijáték jutott a gyerekek eszébe, vagy mondjuk az augusztus 20-ára asszociáltak, mert leginkább ugye, hát ezeken a nemzeti ünnepeken hallják a himnuszt. És inkább ez a fajta, hát megfogása a dolognak, vagy összekötése az, ami az ábrázolásokban is, amelyeket az ábrázolásokban is megjelenítettek inkább a gyerekek. Az Én himnuszom című kiállítást január 30-áig tekinthetik meg a Babits Mihály Kulturális Központban.
Tolna vármegye székhelyén is elkezdődött az ökumenikus imahét, a szekszárdi református egyházközség részéről a Béla király téri római katolikus templomban Kaszó Gyula református lelkész prédikált. A kiemelt téma ezúttal az igazságosság és a béke. Megteltek a Béla király téri római katolikus templom padsorai Szekszárdon. Az ökumenikus imahét keretében a Tolnai vármegye székhelyen először Kaszó Gyula református lelkész hirdette az igét. A programsorozat célja, hogy megerősítse a szétszakadozott keresztény egyházak közötti kapcsolatot. Az ökumenikus imahetet évről évre a Krisztusban hívők egységéért szervezik meg. Ez egy imádságos alkalom, amikor a közöttünk levő dogmatikai, ne talán liturgikai különbségeket félretéve az egy lényegre, ami Úrunkra figyelünk. Szekszárdon ez úgy valósul meg, ez is egy több éves tradícióra visszatekintő sorozat, hogy napról napra más helyszínen, mindig más vendéglátóval és más igeszolgálóval találkoznak a közösségek. Ez azt jelenti, hogy senki nem a saját helyszínén szolgál, hanem mindenütt vendégként vagyunk. Krisztus is vendégségbe jött a saját világába, és így érezzük magunkat itthon, mindegyik lelki otthonban mi is. Anélkül, hogy megérdemelnénk, vagy bárhogy is kiérdemelhetnénk Isten, nap mint nap hatalmas kegyelmet tanúsít irántunk. Elhangoz áldásaival, fogantatásunk pillanatától egészen halálunk pillanatáig, körbevesz materiális javakkal, és még ennél is szélesebb ölelésben körülvesz immateriális javakkal. Én szolgálok református igehirdetőként a Béla téri plébánia templomban, holnap pedig nálunk a római katolikus testvérek szolgálnak. Nagyon hosszú történelemre tekintünk vissza, és a történelem hosszúsága indukálja a különbségeket is. Tradicionális, kulturális különbségek is kiütköznek, de a lényeg ilyenkor különösen is az egységre való figyelés. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg. Az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt. A program Magyarországon több évtizedes hagyományra tekint vissza. Évtizedes múltra visszatekintő és az egész bolygót átfogó kezdeményezés ez, tehát az észak és a déli féltekén is ebben az időben kerül megszervezésre. Az igazságos ítélet, az irgalmasság és a hűség. Ezek így önmagukban sem tudhatók le, nem pipálhatók ki, mert sokkal nagyobbak annál, hogy megsarcolhatók lennének. Isteni javak ezek, amik krisztusi úton mennyei kincsként érkeznek az életünk szintjére. Az ezévi imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa készítette. A kiemelt téma ezúttal az igazságosság és a béke. Minden évben más-más, ahogyan mi is ugye váltakozunk itt, vagy cseréljük a helyszíneket, és inkább azt mondom, hogy váltakozva kerülnek sorra a helyszínek és az igeszolgálók. Az imaheti füzetek kidolgozása is ilyen váltásban történik. Az idén a Minnesotai, tehát az Egyesült Államok beli testvérek állították össze a füzetnek az anyagát. Ők választják ki az alapigét is, ami most Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből van. Ők osszák be a napokat is, adnak javaslatokat az igékre, és így ez azt jelenti, hogy az egész bolygón mindenütt tulajdonképpen ugyanaz a szentírási szakasz kerül oda a testvérek elé. Ez is egy egybekötő kapocs egymással és az Úristennel. Forenszky Róbert 16 évvel ezelőtt írt egy dalt, ami lassanként a feledés homályába merült, még nem egy régi barátság újra életre keltette a szerzemét. Ráadásul az ukrán háború még aktuálissá is tette a dalt.
Ezt a dalt szerzője 1984-ben írta arra a békedal pályázatra, amelyet akkor Varga Miklós nyert meg az Európa című szerzeményen. Amikor ezt írta, 16 éves volt. A dal már el is felejtődött volna, ám egy baráti kapcsolat újra életre hívta. Egy ilyen jó egy évvel ezelőtt kaptam egy fényképet. Átküldtek nekem Messengeren egy digitális fényképet. Az egyik volt évfolyamtársam, tehát akivel nincs is igazán kapcsolatom, nem is volt azóta, tehát nem is találkoztunk x éve, és kérdeztem, mi ez a fénykép. Hát az mondja, színpadon állsz, és énekled a Fehér Galambot. Mondom, Fehér Galamb, az először nem is tudtam, hogy mi, hát mondom, tényleg volt egy ilyen dalom. És akkor mondta a lány, vagy írta nekem, hogy ő még a szövegére is emlékszik. Mondom, tényleg, én meg már nem annyira, és akkor elkezdtem gondolkodni, összeszedtem a szöveget, és akkor arra gondoltam, hogy ha valaki 38 év után ír nekem, hogy ez milyen jó volt, és még emlékszik a szövegére, akkor nem lehet olyan rossz. És ez az ominózus előadás, amelyről az imént említett kép készült. A jelenlegi háborús helyzet aktuálissá tette, hogy a Fehér Galamb újra felszálljon. Komolyabban elkezdtem gondolkodni, hogy esetleg aktuálitása lenne ezt a dalt feldolgozni, és hát többfelé is keresgettem, és ajánlották nekem a Hangszerelem stúdiót, akiknek elküldtem egy gitárral felénekelve ezt a dalt, és akkor azt mondták, hogy hát ők ebből megpróbálnak valami hangszeres dolgot összehozni, nekik ez tetszik ez a dal, és akkor valahogy így alakult. A dal közösségi életet kezdett élni, a Hangszerelem stúdió énekesei mellett feltűntek ismert emberek, sportolók is az időközben elkészült klipben. Ezzel is jelezve, számukra is fontos a béke ügye. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!